100 éve történt. A nagy háború. Jó napot kívánok, Társi István vagyok. Önök a Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinjának 5. adását hallják. Nyakas kálvinista, aki az utolsó pillanatig hitt a katolikus osztrákokkal kötött kiegyezéses dualista rendszerben, még úgy is, hogy végigélte darabokra hullását. A választójog kiterjesztéséért küzdők kérlelhetetlen és következetes ellenfele, aki élete utolsó napjaiban láthatta, hogyan ragadja magához a hatalmat a nép, hogyan lesz a monarchiából népköztársaság. Személyéhez Magyarország háborúba vezetését, 1918. október 31-i halálához egy korszak végét kötjük. 5. adásunkban gróf Tisza Istvánról kérdezzük történész szakértőinket. 100 éve történt. A nagy háború. Ideológia helyett nemzeti érdek, Tisza István politikája. Mindenféle elv fölé helyezte a nemzeti érdeket. Ő arról volt meggyőződve, hogy a magyar nemzet számára a dualizmus egy jó dolog. A háborús miniszterelnök dilemmái. Tisza akarta a magyar ipar fejlesztését, de nem akart munkáskérdést. Akarta a magyar mezőgazdaság korszerűsítését, de nem akart földosztást. Magyarország háborúba lépésének indokai. Szerbi esetében bizony ő is abból indult ki, hogy a monarchia presztízsét nem bírja el, hogyha nem intéznek támadást. Nem így gondolta kezdetben, de végül is erre a megállapításra jutott német nyomásra, hogy támadni kell. A nagy háború. Az internetes enciklopédia szerint Tisza István miniszterelnök nevéhez kapcsolható két legismertebb esemény a monarchia hadba lépése és az ellene elkövetett gyilkosság az őszi rózsás forradalom utolsó napján. 100 év elteltével ennél fontosabb történést tényleg nem találunk a gróf életrajzában. De megelégedhetünk-e ennyivel, hiszen a történelmünk egyik meghatározó személyiségéről, egy olyan államférfiról van szó, aki meggyőződése mellett tűzön vízen keresztül kitartott még akkor is, amikor más már régen belátta volna, hogy tévedett. Igaz, ezzel éppen a saját maga körül teremtett világot nevezte volna nem létezőnek. Hogy lehetséges az, hogy Tiszánál egy mondaton belül emlegetik azt, hogy haladó, és ott van mellette az is, hogy korlátolt. A Veritas Történetkutató Intézet munkatársa Anka László. Annak fényében lehet erre válaszolni, ki milyen pozíciót foglal el, akik véleményt alkotnak Tisza Istvánról. Nyilván ő a klasszikus liberalizmus híveként, Ady Endre, Jászi Oszkár, más baloldali kortársok szemében már meghallottnak számított. A 20. század már alapvetően demokrácia kibontakozásának időszak, és a Tisza István ellenállt a demokratikus választójuk ilyen irányú kiterjesedésének. Így ez a kettős mérce, hogy nemzet vagy demokrácia, ennek megítélése miatt a Tisza István megítélése is ilyen kétarcú. Igen, csak hogy ezt a jelenkor történészei mondják sok esetben egy mondaton belül. Schwarzwälder Ádám történész, Veritas Történetkutató Intézet. Ez azért van szerintem ez a kettősség, mert ez nagyon pragmatikus politikus, akinek van egy fővezérelve, az, hogy ő mit gondol arról, hogy ennek a nemzetnek mi a jó. Hogyha ez egy liberális dolog, ami szerinte jót tesz a nemzetnek, mint mondjuk a gazdasági értelemben mindenféle állami beavatkozást ellenez, aki rátermet egy ügyes, az majd úgy is fel fog kerekedni, és ezeket a nézeteit fel is vállalja. Nem fél a népszerűtlenségtől, nyíltan kimondja, hogy annyi tőke úgysem lesz soha, hogy mindenkinek jusson. És kész. Ezt el kell fogadni. Másrésztről viszont mondjuk a konzervatívokkal is együtt működni. Például a hitbizományok kérdésében abszolút osztja azt a nézetet, hogy a hitbizományokra szükség van. Azért lehet a kettősség, mert van, aki inkább a hibáit, van, aki inkább az erősségeit hangsúlyozza, és mivel egy emberről beszélünk, mindkettő volt neki. De milyen ember, milyen személyiség volt gróf Tisza István, Gerő András történész, egyetemi tanár? Tisza István a modern magyar politika történet egyik legkarakteresebb figurája. Érdekes személyiség volt. Ennek az érdekességnek az is részét képezi, hogy ő az első fokú testvérét vette el feleségül. Ebből a házasságból aztán két gyerek született, a kislány az hamar meghalt, a fia pedig ugye Tiszát október végén ölték meg, 18 október végén, 4 vagy 5 nap alá halt meg a fia Geszten, spanyol láthába. Azért érdekes ez a történet, mert ott van a feleség, aki sok mindent végigcsinált a Tiszával, és a két legfontosabb embert az életében elveszti. Szerintem ez egy elképesztő nagy megpróbáltatás. A feleségről kezdett el beszélni, ezek szerint mindig fontos a hátország, fontos az, hogy ott legyen mondjuk egy Tisza István mögött is egy olyan személyiség, mint amilyen Tisza Ilona volt a felesége? Szerintem abszolút fontos.
Tehát így ismerhetjük meg őt igazából? Igen, mert én azt hiszem, hogy szeretjük ezeket a történelmi alakokat úgy magukba látni. De mint ahogy mi sem állunk magukba a világban. Tiszának is a maga egyébként elég kitartóan gyakorolt nagy politikai teljesítményéhez. Most mindegy, hogy én azt jónak tartom, vagy nem tartom jónak. Neki volt egy olyan hátországa sokféle értelemben, ami biztonságot adott neki. Volt egy vagyoni hátországa, ezért megengedhette magának azt is, hogy például, amikor született összeférhetetlenségi törvény Magyarországon a képviselőket tekintve, lemondott azokról a elég jó pénzzel járó megbízásairól, amik különféle cégekhez fűzték. Tisza e tekintetben is a kor normái szerint egy abszolút erkölcsösen viselkedő ember volt. Vasgrófként emlegették őt, de miért kapta ő ezt a jelzőt? Tisza István egy tiszántúli református családból származott. Ugye 1970-es években, amikor egyetemi tanulmányokat folytat, teljesen kibontakozik előtt, hogy a kiegyezés szolgálja a magyar nemzeti érdekeket, a magyar szupremácia megőrzését, és a támadások, lejáratási kísérletek, a más politikai koncepcióknak való ellenállás, és azzal való éles, intellektuális vita is egy vas személyiségé formálta őt. Az apjával milyen volt a viszony Tisza Kálmánnal? Ez egy nagyon fontos viszony volt. Hát a Tisza Kálmán az 15 évig volt Magyarország miniszterelnök, 1875 és 1890 között, és az, hogy a Tisza István politikai szocializációja hogy alakult, abban rendkívül nagy szerepe volt az apjának. Nem véletlen az, hogy ahogy Tisza Kálmán, hogy a kiegyezéses politikai rendszer egyik legmegbízhatóbban működő pillére lett, ugyanígy a fia is. Tisza István szerint a magyar nemzet számára az egyetlen járható út a dualizmus, de miért is járt jól ezzel az ország? Biztosítja számára a nagyhatalmi birodalmi védőernyőt, mégis a nagyhatalmi státusszal rendelkező osztrák-magyar monarchián belül Magyarország képes érvényesíteni az érdekeit, nyitva van a fejlődés lehetősége, úgy, hogy az országon belüli szupremáciáját is megőrizheti. A dualizmusban látta meg ennek a létezésnek adott körülmények közötti legjobb feltételeit, ezért volt számára ez egy olyan megingathatatlan valami, amit mindenáron meg kell védeni. Olyan áron is, hogy szavazati jogot nem szabad adni a nemzetiségeknek, mert abból csak baj lehet. Olyan baj lehet abból, hogyha szavazati jogot adunk a nemzetiségeknek, amely megkérdezi a magyar szupremáciát. Mert ugye mi a lényege a dualizmusnak? A magyar nemzeti érdekek elsődleges képviselete. Ezt hogyan lehet egy több nemzetiségű államban képviselni, úgyhogy ha a cenzushoz kötjük a választójogot, műveltségi cenzushoz, illetve vagyoni cenzushoz, amelyet a tömegek nem tudnak átlépni. Azt vallotta, hogy előbb-utóbb, hosszú évtizedek múlva lehet általános választójog, csak addig még nagyon sokat kell fejlődni. Nyitva van a lehetőség arra, hogy valaki választójoghoz jusson. Aki rátermett és ügyes és sikeres vállalkozást fog üzemeltetni, az már is eléri az adócenzust és szavazati joghoz juthat. De hogyan működhet a 20. század elején úgy egy európai nagyhatalom, hogy a polgáraitól elvárja, hogy vérüket adják az országért, de nincs joguk választani? Egyre szürreálisabb lett az, hogy meg lehet halni Magyarországért, és haltak is meg szép számmal az emberek, de nem szavazhat. És akkor elindult újra ez az egész választógi problematika, hogy növeljék a választójogot. Ahol lehetett, a Tisza ezt akadályozta. Miközben tudta, hogy ezek az emberek meghalnak Magyarországért, de választani ne válasszanak. Tisza hogyan élte meg azt, hogy nagyon sokan az ő nyakába varták a világháborúba való belépést? Protestáns volt, tehát ő szerintem ezt egyfajta sajátos végzetnek fogta fel. Tisza volt a monarchia vezető államférfiai közül az egyetlen, aki egy darabig ellenezte, hogy ebből háború legyen. De aztán beadta a derekát. Nyilván világháború, akkor itt is itt van a kérdés, hogy Tisza István hogyan állt a háború kérdéséhez. Bizony ő is abból indult ki, hogy a monarchia presztízsét nem bírja el, hogyha nem intéznek támadást. Nem így gondoltak kezdetbe, de végül is erre a megállapításra jutott német nyomásra, hogy támadni kell. Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége ellen a Fekete Kéz nevű szerb terrorszervezet hajtott végre merényletet. Az volt nála az utolsó csepp a pohárban, hogy most már erre mindenféleképpen lépni kell, tehát ezt már nem lehet megtorlatlanul hagyni. A szarajevói gyilkosság után még nem gondolta ezt. Számára is világos volt, hogy a német szövetséges támogatását elveszíthetjük, ha meghátrálunk.
a nemzetközi erőtérbe. A Balkánon is, és Oroszországgal szemben is, és ha itt elveszítjük a német szövetséget, akkor monarchia, mint nagyhatalom, magára marad, és gyengébb lesz. Ne felejtsük, hogy kit lőttek le Szarajevóban. Az rendben van, hogy Ferenc Ferdinánd a monarchia trónörököse, de biztos vagyok benne, hogy sem Tisza Istvánnál, de Ferenc Józsefnél sem emberi érzelmi szempontból nem Ferenc Ferdinánd személye miatt indítottak háborút, de nagyon sok konfliktusuk volt egyébként Ferenc Ferdinándnak és Ferenc Józsefnek is, ugyanúgy, ahogy Tisza Istvánnak és Ferenc Ferdinándnak is. De azért igazságtalan az utókor Tisza Istvánnal, mert Kossuth Lajos kapcsán mindig emlegetik ezt a Kasszandra levelet, hogy jövőbe látó államférfi volt, amikor 1867-ben azt mondta, hogy hatalmas hiba egy eleve bukásra ítélt birodalomhoz kötni a magyarság sorsát, a szomszédos népek az ellenségeinké válnak, és ez hosszú távon nagyon nagy probléma lesz. És akkor ugye szokták mondani, hogy hát Kossuthnak ez a jóslata mennyire bejött. Na most Kossuth számos jóslatot mondott, azok közül ez volt az egyik, de Tisza István meg azt mondogatta már valóban az 1880-as évek végétől, hogy mi magyarok a közös hadsereget is minél inkább erősítsük, mert benne van a levegőben egy európai háborúnak a lehetősége, és ha ebben a háborúban a monarchia vesztesek oldalára sodródik, akkor az a magyarság számára beláthatatlan következményekkel fog járni. Kérdezem, akkor neki nem lett igaza? Báró Kumin Artúr a keleti fronton tartalékos hadnagyként bizonyította be, hogy csupán századnyi emberrel, de jó stratégiával, na és persze hatalmas bátorsággal a túlerőben lévő orosz csapatokat is fel lehet tartóztatni. Báró Kumin Artúr 1889-ben született Filefalván. Miután a keleti fronton az oroszok 1916 nyarán az osztrák-magyar arcvonal bal szárnyát és jobb szárnyát veszteségteljes meghátrálásra kényszerítették, az arcvonal közepét vették célba. Az ezred sokáig helytállt, azonban 1916. szeptember 30-án az orosz támadás majdnem célt ért. Ezen a napon az oroszok az ezred állásait pergőtűzzel árasztották el, majd megismételt rohamokkal az ezred bal szárnyát, a harmadik zászlóaljat és a közepét, a második zászlóaljat teljesen áttörték. A jobb szárnyon lévő első zászlóalj állásait a támadás nem érintette. Az első zászlóalj 4. századának parancsnoka Kumin Artúr tartalékos hadnagy volt. Kumin teljesen átlátta a válságos helyzetet. Tudatában volt, hogy az állás nem tartható sokáig. Mégis elhatározta, hogy feladását késleltetni fogja, amíg csak lehet. Század a bal oldalán árok húzódott, mely derékszögben ment az állástól hátrafelé. Kumin úgy gondolta, ha ezt megvédi, időt nyerhet, mely elegendő lesz az erősítés megérkezéséig. Ezért az árokba vezette századát, bár erre felsőbb utasítást, parancsot nem kapott. Az oroszok a század új állásának oldalában is felbukkantak, de Kumin Artúr és csapata 18 órán át hősies helytállással feltartóztatta az orosz támadást. Ez az idő elegendő volt arra, hogy az első német hadosztály, Kumin állásai által fedezve, megérkezzen Zarkóra és harcra fejlődjön. Mikor ez megtörtént, sikeres ellentámadást hajtottak végre, melynek következtében az oroszok visszavonultak. Báró Kumin Artúrt hőstettéért 1917-ben a Mária Terézia katonai rend lovagkeresztjével tüntették ki. 1952-ben hunyt el. A nagy háború. Kumin Artúr hőstette után, vagy inkább előtte, az volt a kérdés, hogy a nyugat által is tévesen a háború kirobbantójának titulált Tisza István miniszterelnök miért döntött Szerbia megtámadása mellett. Schwarzwälder Ádám történész. Két évtizede mondogatta, hogy itt nem babra fog menni a játék, és hogy érdemes-e úgy háborút indítani, hogy a monarchiának igazából területi igényei nincsenek Szerbiával szembe. Ha nyerünk valamit, az csak is a monarchia presztízsének a helyreállítása lehet, ha veszítünk, akkor viszont mindent elveszítünk. Ezek Tiszát nagyon komolyan foglalkoztatták. Gerő András történész is úgy látja, hogy Tisza István tudta, hogy egy vesztes háború a történelmi Magyarországot veszélyeztetné. És azt mondta, hogy azért nem kezdünk el egy háborút, hogy döntetlen legyen. Nem pazaroljuk az emberéleteket. Tehát ő nagyon húzódott. Ő félt a románoktól. Ugye, hogy azért nem akart belépni, hogy akkor Erdély védtelen marad, és mi van akkor, hogyha a románok megváltoztatják a politikai alapállásokat,
sokat élve azzal, hogy Erdély véten, és betörnek Erdélybe. Ez bekövetkezett aztán. Meg hát Tiszára volt az is jellemző, amit otthonról hozott, ez a ha beleállunk, akkor beleállunk. Hogyha valamit elkezdtünk, akkor azt csináljuk végig. Ha egyszer elkötelezte magát valami mellett, akkor a mellett kitartott. Mindig két élő egy ilyen, mert ezt lehet nagyra tartani. Én most erről beszéltem. De lehet, és ez is az én véleményem, tehát én is e tekintetben ambivalens vagyok, más kérdésemben egészen riasztó, hogy mennyire korlátolt volt. Mondok magának példákat. Tisza akarta a magyar ipar fejlesztését, de nem akart munkáskérdést. Akarta a magyar mezőgazdaság korszerűsítését, de nem akart földosztást. A saját politikai korlátai azt mondták, hogy ez nem. A szarai merénylet után Tisza István komoly döntéshelyzetbe került. A szövetséges országok azt javasolták, hogy a monarchia támadja meg Szerbiát, álljon bele a háborúba. Anka László történész. Bele is állt, tehát például le is mondhatott volna. Miért nem mondott le? Tehát ő miért ragaszkodott ennyire a miniszterelnökséghez? Nos, ez az az, amiért illik rá a vasgróg kifejezés. Következetes keménység, hivatástudat. Benne megvolt az, hogy bizony a miniszterelnök neki kell vezetni ezekbe a sorsdöntő hónapokba magyar királyságot. De ne felejtsük el, hogy beleállunk, de mi beállunk bele, mert ugye utólag nézzük azt, hogy egy világháborúba torkolt az egész néhány nap alatt. De ők ugye úgy gondolkodtak Tisza István fejében, és az volt, hogy egy nagy birodalom megtámad egy kis államot. Szerbiának 200-valahány ezer fős hadsereg volt, monarchiának 1 millió fölött volt, amikor mozgósítottak. Tisza István pályafutása alatt kétszer töltött be miniszterelnöki tisztséget. A választójog kiszélesítéséről már volt szó, de a munkás kérdésről még nem. Veszélyes a munkás kérdés, mert az egy internacionalista kérdéssé válik, és föl tudja bomlasztani az egész szerkezetet. Az agrár kérdés tekintetében pedig ő gondolkodott kisbirtokosok segítésében, ilyesféle dolgokban, de azt ő pontosan érezte, hogy a magyar szupremácia egyik garanciája az, hogy a magyar politikai elit, aminek ő volt az egyik legprominensebb képviselője, hogy így mondjam, nyerekben legyen. Többször követtek el ellene merényletet a végzetes gyilkosságig. Kétszer célt tévesztettek a golyók, egyszer pedig a rászegezett revolver mondott csütörtököt. Politikai nézetei mai szóval sok embernél verték ki a biztosítékot, korbácsoltak indulatokat. Most az egy kérdés, hogy az ember egyetérte a politikus nézetvilágával, vagy nem. Tisza István az egyik legnagyobb akadálya volt annak, ezzel a maga merev világképével, hogy Magyarország is megpróbálja azt az önkorrekciót elvégezni a századforduló után, amire szerintem szükség lett volna. Mit jelent ez az önkorrekció? Ez az önkorrekció annyit jelent, egészen nyilvánvalóan hozzá kellett volna nyúlni a magyar nagybirtokrendszerhez. Ez nem is kérdés. Az sem volt kérdés, hogy sokkal nagy stílű politikát kellett volna folytatni a nemzetiségekkel. Egyszerűen tétessé tenni számukra ezt az egész lehetséges elszakadás kérdést, hogy ne érje meg. Ne feltétlenül érje meg. Mindenki tudta, hogy ez így nem tud fennmaradni, ez a dualista szerkezet. Tehát mindenképpen a szlávokat valamilyen szinten be kéne emelni a rendszerbe. Ebbe is valami önkorrekció kellett volna. 1918. október 17-én a parlamentben tartott beszédében elismerte a vereséget. Azt mondta, hogy ezt a háborút elvesztettük. Lehet azt tudni, hogy ő ezt milyen lelki állapotban mondta? Ez egy tény volt, amit közölt, vagy ő azzal már érzett is dolgokat, hogy ennek azért lesznek következményei. Ha az ember az egész beszédet elolvassa, benne van ez a mondat, de benne van Tisza összes illúziója is. Tehát azt mondja, hogy nem kell félni attól, hogy mondjuk a szlovákok elszakadnának Magyarországtól, mert hiszen évtizedeken keresztül a szlovák választókerületek milyen lojálisak voltak a Szabad Erdő párt, illetve a korabeli magyar politikai elit iránt. Ha az ember olvassa ma ezt a beszédet, az összes önhazugsága is benne van a Tiszának. Mert ha ő akkor és ott, amikor ezt a mondatot elmondta, visszafele revideálta volna ezeket a nézeteit, akkor azt kellett volna mondani, hogy uraim, teljesen félreismertem Magyarországot, vagy a magyar politikai valóságot. De ezt nem mondhatta, mert ő maga volt az alakítója ennek. Tele van illúziókkal ez a beszéd, és azt gondolja, bármi is történik a vesztes háború nyomán, a történelmi Magyarország egy olyan kompakt egység, hogy azt senki nem fogja szétszedni. Ez nem csak a Tisza illúziója volt. Szörnyű olvasni, azt tudom magának mondani. Mert az ember tudja, hogy ez a halott ember, ez a Tisza István is, ugye nekem, az én szempontomból ez a múlt, hogy ezek hittek ebben a dologban. Tehát ő a saját hitével érvel, amit realitásnak tekint, és már rég nem az. A monarchia utolsó nagy háborúja.
Bánfi Miklós, Lememáme. Részletek. A dögész, így csúfolták nálunk a vöröskeresztes katonát, lehajol hozzá, megnézi, él-e vagy sem, mert ez a parancs, a halottak temetésére csak később kerül sor. Most csak a sebesülteket kell kihozni. Megnézi, megkérdi, mi baja. Tanakodik vele, tud-e lábra állni vagy sem. El tudna-e jönni, hogyha támogatják, vagy csak akkor, ha viszik? Ha a sebesült el van alélva, vizsgálgatja jó ideig, van-e még élet benne? Aztán oda kiáltja a társát, aki valahol máshol kutat, hogy az is jöjjön oda, az is mondjon véleményt, vagy hozza el mindjárt a hordágyat, hogy ráfektessék a sebesültet és vigyék. Lassan lomhán járnak, hosszasan beszélnek, lassan cselekszenek, mert jó része mezőségi román fiú, aki nem olyan fürge, mint a havasi vagy a kalotaszegi magyar. Azért mégse lomha mindenik. Akad közöttük ügyesebb is, mozgékonyabb is. Ezek között talán a legügyesebb. Lememáme. Persze, hogy ez csak gúny neve. Igazában Tyiptyis Tódor volna, de már a falujában Mezőbányicán is csak Lememámének hívta mindenki, ami annyit tesz, hogy tejfeles szájú. Azért ragadt reá ez a név, mert nagyon szőke, és az a kis bajusz, ami az ajka fölött serked, olyan világos szőrű, hogy meg se látszik. Kerek, kövéres arca pedig olyan piros posgás, mint a csecsemőké. Hát ezért lett ő Lememáme mindenkinek. Legszéltől ő jár, ott jobbról a domborodó dúd sztáján, maga előtt széjjel nyitva az ember magasságú rozsot. Lassan haladt ki rajta. Már kijutott a tetőre, ott megállt, körülnézett. A rozs itt tán még dúsabb, mint ott, ahol feljött. Alig másfél holdnyi föld erről, aztán hirtelen végződik ott a fasornál. Annak a fáin varjak ülnek. Szürke varjak. Egy-két szarka is röpköd egyik ágról a másikra ide-oda. Lememáme tudta, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy hulla fekszik ott valahol, vagy haldokló. Arra lesnek ezek a dögevő madarak. Óvatosan indult hát le a túlsó lankán a tovanyúló magos gabonában. Ment vagy 20-30 lépést, aztán hirtelen megtorpant, mert ott előtte valaki feküdt, akit a visszahajló kalászok annyira eltakartak, majdhogy belé nem botlott. Elsőben csak a bakancsait és csukaszürke nadrágját látta meg. Csak mikor félretaposta a rost mellette, akkor tudta megnézni, akkor ismerte csak meg. Csobán őrmester, az ő faluja belije, a nagy Dumitru, az feküdt ott. Hanyat feküdt, kinyúlva és egészen mozdulatlan. Dongás melkasa azonban erősen zihált, tehát élt. Két hosszú karja széjjel tárva két felől. Áll a kissé besüllyedve a nyitott gallérba, mert tarkóval valami rögre eshetett, ami előre nyomta a fejét. Így hát éppen szembenézett Lememáméval, amikor az lehajolt hozzá. Hát te vagy itt, csobán? Kérdezte a szanítéc. Hát te vagy? Igazában hiába való kérdés, mert hát ki lenne más? De Lememáme ezt csak úgy bevezetésül mondta. A sebesült nem válaszolt, pedig nyilván megpróbált beszélni. Fekete, nagy bajsza alatt a szája tátogott. Fehér fogsorai között a nyelve is mozgott ide-oda. Egész ábrázata eltorzult a szörnyű erőlködéstől, a homlokán kidagadtak az erek, mégis szó nem jött belőle. Csak valami hosszan elhúzott, fájdalmasan vonyító hang. Annál beszédesebbek a szemei. Tágra nyílt, riadt, szürke szemek, véresen belövelve, iszonyattól elrémült szemek, kik könyörögve merednek Lememáme arcába. Így maradtak pár percig ők ketten, merőn egymásra nézve, aztán Lememáme újból megszólalt. Újra azt mondta, amit az előbb, azt a hiába való mondatot. Hát te vagy, csobán, hát te vagy. De a hangjában most valami gúny és kár öröm csengett. Újra csak az a halk vonyítás volt a válasz, és más semmi. Hát nem tudsz beszélni, mi? Nem tudsz, ugye? Hát mozdulni, azt sem. Hát lássuk, mondta a közlegény, majd megfogta a sebesült kezét. Könyöktől fölemelte, aztán eleresztette újra. Az alkar erőtlenül esett vissza, akár a halotté. Hát így van, te híres. Meglőttek. Gerinclövésed van, mi? Az van, én mondom. Az pedig rossz dolog. Nagyon rossz.
Azt én tudom, nagyon rossz. Meg vagy bénulva. Beszélni sem tudsz, ugye? Na látod, ne is erőlködj. Úgy se tudsz. Száz éve történt. A nagy háború. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére, az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette 2018-ban. Viszonthallásra.